Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ki is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. Kezdjük is a mesterhárosaival, lájkoljatok, hát most egyet még én is nyomok rá saját magamét nem szoktam lájkolni, de hogy legyen legalább itt feketén. Lájkoljátok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki még újjanak ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Többek között azt is, hogy kezdőknek, kriptora, befektetőknek, bitcoin hírek, kereskedőknek, kriptofólió hungry. És akkor nézzük is tovább. Menedékkeresés, ja, itt lesz a vége, akartam, hogy holnap megkérdezem a kérdezt, felelekkel, hogy mondom, ezért legyen -e tovább, de ne, én is azt, ez végtelenség csinálhatnám, és tegnap azt néztem, hogy 5 percig eltartott, mire elmondtam ezt az egy szigetet, úgyhogy nem fogom ezzel húzni az időt. Még egy utolsó átfogó sztorit mondok az egészről, aztán nézzél mindenki. Keresgesse magának, hogyha gondolja, hogy merre vannak jó helyek. Na, úgyhogy ezzel nem húzom a kriptohíreket tovább. Egy utolsó gyors pár záró gondolat azt mondja, hogy elkezdtem itt nézni, de mi ez, nem érdekelnek ezek engem. Jó. Azt mondja, hogy ugye itt vagyunk Európa, Oroszország, tehát itt, hogyha kezdik a V-t, ugyebár a WWII, a harmadik világháború, ne legyen ilyen, én jaj, csak ne legyen. De hogyha végig is kezdik, akkor ja, itt fognak lövődözni, itt fognak tankozni végig egy évtizedig, úgyhogy ez itt nem a legjobb hely, pedig kollega nő még Anna Mari is mondta, hogy Tunézia, neki most ezért férje, az pont itt van Tunéziába, ott szakács, meg ez most, hogy milyen jó hely, meg ott is azért fehér a zászlójuk, mert ők még a második világháború is elutasították, hogy ők nem akarnak részt venni a háborúba. De az is jó hely lehet, de hát ez közel van még Európához, ugyebár Putyin itt fog mászkálni majd a nagy hajókkal, hogyha tényleg itt világháborúzás lesz a partjai mentén, úgyhogy nem túl jó hely. Akkor azt mondja, hogy hát itt is vannak szigetek, szigeteket nézegetek inkább, Madagaszkár, stb., de Afrika se azért, ott megint vannak bajok bőven. Akkor itt Puerto Rico mellett, itt van a Közép-Amerikánál, hogy bár Cuba, Puerto Rico, innen mutattam dominikai közösséget, meg itt van a dominikai köztársaság is, azt akartam maga nézni, meg stb. De mégse az igazi ez sem, mert itt van Venezuela, Kolumbia, Kuba, ezek olyan szint, tehát Venezuelába itt támogatta Maduro, hogy jó, Putyin mennyire gyilkolja az embereket. Ugyebár akkor a kommunizmus van itt Dél-Amerikában is, főleg ezen a régió, hogy ez megint nem egy életbiztosítás itt lenni. Úgyhogy arra jutottam, elkezdtem nézegetni, mondom, mi van még itt a bolygó jobbra-balra, tekergettem erre-arra. Hát mondom, ott van egy pötty, az micsoda. Tehát egyszer itt van Hawaii-nak a szigetei, az is ott van, hogy semminek a közepén kb. Illetve még arra is rátaláltam, hogy hol van, itt van valahol Bora Bora, meg Francia, Polinézia, meg ilyenek itt Ausztráliától kicsit jobbra, ez itt a legnyugisabb rész. Itt van például Bora Boráról olvastam, hogy vagy 7 ágyút is felszereltek a második világháborúba, meg minden, hogy majd itt fognak felszerelni az amerikaiak, meg stb. De még csak el se jöttek ide oroszok, meg senki a kommunista, annyira nem érdekelte senki ez a rész, hogy ez itt tök nyugodt, hiába voltak ott ágyuk, el se jöttek ide háborúzgatni. Úgyhogy ezek itt tök nyugodt szigetek, itt 20-30 fok van egész évben, télen-nyáron mindig, mindenhol, úgyhogy ezek tök jónak tűnnek, ott van Bora Bora is, Francia, Polinézia, hát itt franciául beszélnek mindenhol, 90%-ban kb. Itt angol sem nagyon értik. De itt mellette már vannak olyan dolgok, amik már jobbak ilyen szempontból. Itt ugye már Vanatú, ennek lesz valamelyik szigetén a Bitcoin sziget, vagy Satoshi sziget. De hát az meg ekkora nagy célkeresztet festeni a homlokomra, hogy a Bitcoin csak itt laknak, hát ha elérnek itt egy-két, hogy hívják ma azokat, mindegy nagy, nagy tengeri óriás gyilkos hajókkal, akkor most csak benéznek ide, hogy lefosszák az embereket, mert a vagyon meg a Bitcoin lesz. A papírpénzek nem fognak ugyebár semmit érni, hogyha az se jó, viszont itt a környéken valahogy, pont a Bitcoin szigetre arra direkt nem költöznék, de itt a környéken vannak azért jó dolgok. Fiji, ez az amaz, tényleg Bora Bora, stb. Úgyhogy ezeket a részeket lesz érdemes szerintem majd nézegetni. Ez olyan kis parányi itt a világ végén ezek a dolgok, hogy ezt mindenki leszarja, itt nem fognak háborúzni, mert mi értelme van kb. Semmi. Nincs itt semmi nyersanyag, meg olaj, meg ilyenek, ami bárkinek is kéne. Na jó, ezzel zárom mondandómat, be is zárom akkor összeset. Itt, ami fent volt, ja vagy várjunk, csak hát azért magamnak még elpakolászom, mert csináltam ehhez könyvtárat. Menedék keresés, jó, hogyha majd valamikor tényleg élesedne a szitu, akkor jobban tudjam nézegetni, hogy miket kerestem már előre, csak egy pár Ctrl-D-t ráveretek itt a fenti ablakokra. Ja, ezt már elmentettem, azokat elmentettem, El Salvador talán még nem mentettem el, hát az meg megint Dél-Amerika, meg ugyebár a bandaháborúk, meg minden ASE százas.
Szatoshi-szigetre elmentette, még a Kanári-szigetek ugrott be, de hát az meg Európa, Afrika környéke, az megint közel van ehhez. Na jó, legyen ennyi akkor bevezetés, és akkor haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy világgazdasági hírek, kezdve Euronews-on mi mindenünk jött. Első körbe új szakaszába lép a háború, amely valószínűleg még pusztítóbb lesz, és sokáig fog tartani. Nagyon örülünk neki, hogy így próbálják álcázni, hogy a világgazdasági buborékat fújtak az elmúlt 50 évbe. Az. Készen állunk, NATO szövetségesek, hogy támogatást nyújtsunk Ukrajnának, és még több támogatást nyújtsunk. A szövetségesek felismerik a további támogatások sürgőségét. Nem közölt időpontokat, sem részleteket arról, hogy pontosan mit szállítanak Ukrajnának. De figyelmeztetett arra, hogy ha a háborúról van szó, a világnak fel kell készülnie arra, hogy sokáig fog tartani. Nagyon fantasztikus. Hát akkor sokáig nem leszek a háború közelébe valószínű. Nézzük tovább. Megegyeztek az EU tagállamai az első energetikára is kiterjedő orosz szankciós csomagról. A szenet azt végül csak betiltották, uniós embargó az orosz szénre, más viszont még nem. A hatalmas többséggel elfogadott állásfoglalás teljes embargót követel az orosz olaj- és gázimportra is. Azonban egy ilyen döntéshez egy olyan cselekvési tervnek is kell társulnia, amely garantálja az EU biztonságos energiaellátását. Mivel ilyen terv még nincs kidolgozva, a kőolaj és olajszármazékok elleni embargó egyelőre kimarad a szankciós csomagból. Egyelőre, de dolgoznak azon is. Kicsit ezért lehetett volna a halkabb az angol eredeti szöveg, meg hangosabb a magyar, ez már csak plusz info Euronews-nak. Azt mondja, hogy újabb fegyveres támadás Izraelbe, ott is mennek most, de hát itt csak valami diszkóban, nem háborúban, meg ilyenek, valamilyen ezért fegyveres lövöldözés volt, de már nem az első. Az elmúlt két hétben ez már a negyedik hasonló támadás Izraelben. Jó, lövöldözések, és akkor tovább. Már öt halálos áldozata van a perui kormány ellenes tüntetéseknek, ugyebár itt is, hát mindenhol a világgazdasági buborékot, ugyebár lufit fújtak, már pukkadt ki az egész, általában a Covid-dal háborúval, de már nincs tovább, úgyhogy mennek a lázongások, mindenfelé polgárháborúk, ez az a maz. Bemutatom, ez csak egy fél perc, annyi sem. Már öt halálos áldozata van a magas üzemanyagárak miatt kitört egyre erőszakosabb kormány ellenes tüntetéseknek Peruban. Na? Akciók drágulást okoztak a dél-amerikai országban is. Az év eleje óta 37%-kal emelkedtek az üzemanyagárak. Az útblokkáddal kezdődő tiltakozás miatt a perui kormány csütörtökön rendkívüli állapotot hirdetett. Úgyhogy ezek mennek Peruba, és akkor a végére. Hát ezt meg lehet megint... Leadom, ugye már írtam, hogy semmi fedezet, a pénzek mögött megy itt az álcázás Covid-dal háborúval, de már hiába, inkább ingyen kenyérgyárat kellett volna csinálni a még több tank helyett, úgyhogy nézzük is, brutálisan nőnek az élelmiszerárak a világon. A legszegényebb országok érezték meg először az egész bolygót megrázó élelmiszerár emelkedést. A gabonafélék, növényi olajok és más alapvető élelmiszerek ára az elmúlt hónapokban brutálisan emelkedett, ennek oka pedig egyértelműen az Ukrajnában zajló háború. Az ENSZ élelmezésügyi szervezete szerint márciusban az élelmiszer alapanyagok és az élelmiszerek világpiaci ára korábban soha nem látott szintet ért el. A háború elsősorban az alapvető gabonafélék és növényi olajok piacán okozott sokkot. Utóbbiak ára azért is emelkedik meredeken, mert Ukrajna a világ legnagyobb napraforgó magexportőre, és az idei termés mennyisége várhatóan alig éri majd el a korábbi évek átlagának 10%-át. Az ENSZ főtitkára hetekkel ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy ha semmi sem változik, akkor összeomolhat a globális élelmiszerellátás. Köszönjük szépen, bankárok, hogy így kezelitek a világot, így irányítjátok. Na nézzük tovább, azt mondja, hogy CNBC-s hírek. Sri Lankán is gazdasági krízis van, itt is már lázonganak az emberek. Azt mondja, hogy... Putyinék már megint békevirágokat vittek kávé Ukrajnába, és akkor véletlenül meghalt a 30 ember. Na jó, mindegy, a rakétatámadás érte egy ukrajnai vonatállomást, és több mint 30 embert gyilkolt meg, és több mint 100 sérült van, ugyebár, de hát
De hát nekik van igazuk, ugyebár, húj, de nagyon nekik van igazuk. A taxis is megmondta a múlt hét végén, hogy mondom, de 5 méteres nagy kani betűkkel kiírták a színház elé a földre, hogy az égből is lehessen látni, hogy itt gyerekek vannak. Hát de ott bújtak el az ukrán katonák, mert a gyerekek mögött, azért kellett meggyilkolni őket. Úgyhogy, na jó, hagyjuk, mert fú, de fenyegesít a háború, még jó, hogy abba hagytuk ezt a szériát. Na nézzük tovább. A növekvő jelzálog hitel kamatok miatt egyre több lakás eladó csökkenti az árat, a lakás árakat, ugye már kezdenek zuhanni, vagy 3 hete már szóltam, hogy plafon van, úgyhogy most jön a korrekció az ingatlan piacon is. Tovább Warren Buffett 650 millió dollárt nyert azzal, hogy sunyiba a háttérbe vett HP részvényeket, és akkor utána, amikor a nyilvánosságra hozták, akkor meg mindenki az egész világ elkezdett HP részvényeket venni, azt akkor az övé megnőtt, úgyhogy jó. Ez van, de nem tudom, miért vett HP-t. Mert egyszerűen első körben én arra gondolnék, hogy... Júj, ez nagyon ordít, visszakérdezem a hangot, pillanat. Mert hát én ezt már mikor, már fú, sok ezer évek óta nézegetem a 3D nyomtatókat, de már fém nyomtatók is vannak. Ez ugyanúgy HP-nél már nyomtatja fémet, nyomtat a nyomtató. Mutatom, hogy működik. Itt vannak itt a kis hátpórusai, nem mindegy, kevítik. És akkor innen jön ki az anyag, és így szépen megköti ilyen adalékanyag, meg ez az amaz rá. Van egy kötőanyag, ami megköti a fémszemcséket egy adott részen, utána ilyen valamilyen fényenergiával megvilágítják, az megköt, jöhet rá a következő réteg, törtörötörök. És akkor ilyeneket, ebbe az a legkomolyabb, hogy egy ilyen geometriát, amivel rengeteg lyuk van, hogy ebben ez fúrni kéne fúrókkal, meg minden egyéb, meg esztergáldi, meg francsa tudja tötörötörök, végtelenség tartana, és így meg szintenként fel lehet építeni. Én már cégnél is mondtam, de annyira nem érdekel senkit, hogy milyen irányba kéne haladni, hogy a heatsinkeket csinálhatnánk, a heatsink az mi? A hűtőborda, magyarul hűtőbordákat csinálhatnánk egyedi dizájnnal, 3D fémnyomtatóval, és ilyen üregesek lehetnének a legkisebb megbunkálással, olyan hőelvezetéseket tudnának, hogy ihaj, de hát senkit nem érdekel. Úgyhogy jó, az a lényeg, hogy ezek nagyon jók, és akkor csak így mutiba, hogy így nyomtat. És ez már fémot, mondjuk a fogas kereket nyomtatja. Szintenként, rétegenként, azt utána egyszer csak elkészül, azt tessék, van itt 50 kis fogaskereket. Úgyhogy ilyen régi technológia, az még egyesével nyomta, úgyhogy ezek vannak. Jó, nem tudom, kicsönged, de úgyse engedem be, mert nem jelentkezett be előre. Azt mondja, hogy oké, úgyhogy nem tudom, nem hiszem, hogy ennyire, mert hát ugyebár Warren Buffett annyira vakon van, azt se tudja, nem csak a kriptók, de mindennel kapcsolatban Apple részvényt se akart venni, mert fogalma sincs, hogy a technológia az hogy működik, meg mi a jövő. Úgyhogy Apple részvényt is úgy vett, mikor már lemaradt róla több évvel, meg egy évtizeddel, vagy valami, akkor fogta, lehordta minden mocsok szarnak az Apple-t, akkor lement az Apple részvényeknek az ára, akkor jó, meg bevásárolta, ütemte a zsebét, azt utána már neki is volt. A rohadék az így csinálja a dolgait. Úgyhogy nem hiszem, hogy ő azért fektetett a HP-ba, mert 3D fémnyomtatókról tud, hogy ezt már gyártják a HP gyártja, hanem valószínű, vagy nem tudom. Másik oldalról meg az még rosszabb, hogyha azért fektetett bele, mert hogy akkor atomháború lesz, meg nem lesz energia, hogy visszatérünk a nyomtatáshoz, nyomtatott sajtóhoz, vagy nem tudom. Ugyebár nyomtatókat is gyárt a HP. Na jó, haladjunk tovább, azt mondja, hogy ez a csöngető, meg ez, na jó, remélem nem hallatszik be, de engem rohadtul idegesít. Tovább kínai technológiai tőzsdei részvények Hongkongban. Igen, csökkentek, ahogy a Covid helyzetet nézi mindenki Kínában, hát ott már túlság fölöslegesen túltatták, ugyebár a Covidot mindenkit is letesztelnek, fel vannak háborodva, ha valaki még nem kapta el a Covidot, úgyhogy idiótaság van Kínában. Az európai tőzsde piacok befejezik ezt a volatilitást és ezt a csökkenő hetet, kicsit már megindultak, ezt még tegnap írták, aztán ma kezdtünk egy lefelé korrekcióval, azóta már repül felfelé a tőzsde, ahogy már ideje volt, már tegnap érződött rajta, hogy ez meg fog indulni felfelé, majd piaci áttekintésnél jobban ránézünk, hogy tartja-e vagy még tovább mente. Azt mondja, hogy kriptotéren az eToro kriptotőzsde, ugyebár meg hagyományos tőzsdei részvényeket is lehet rajta venni, Teslát meg minden egyebet, elindít egy 20 millió dolláros NFT alapot, oké, mert azt mondja, hogy fertőzési pont szinten van, hogy ugye fognak lassan terjedni az NFT-k, hogy ihaj, itt is jobbra-balra NFT-k, úgyhogy oké, eToro is elindult ebbe az irányba. És akkor...
Hát ez miért a végén van, tök mindegy, ez nem is kriptósír, Peter. Ja igen, mert hogy a Miami konferencián hozta fel Warren Buffett Peter Thiel, és úgy hozta, úgy említette, mint egy szociopata nagyapa Omaha-ból. A Bitcoinnak az első számú ellensége. Ugyebár, mert ilyeneket mondott, hogy izé, hol van, hogy patkány méreg a négyzetem, meg akármik. Hát ezt nem is itt írják, lehet, hogy majd lentem. Na mindegy, de ilyen hülyeséget szokott mondani, Warren Buffett annyira sötét, annyira képben nincs, hogy mik ezek a kriptók. Nem is akar tanulni, úgyhogy ez van végre, valamiben nem tud befektetni a fölösleges milliárdos, már annyi pénze van, hogy minek. Azt mondja, hogy nézzük tovább. Igen. Jó, Cathie Wood itt beszélt, hogy milyen jó lesz, ha hozzák a kriptotörvényeket, meg ez az amaz. Oké, és akkor azt mondja, hogy haladjunk tovább. Pok, 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 mai hírek, és a fő hírünk az az lesz, hogy ez lesz. Pillanat, mert megint elmászott. Igen, így, és akkor... Hopp, megnézem, hogy mi lesz a másik kezdőkép, milyen a Jamie Dimon a kriptovalóság. Hát, ez legyen így. Jó, ebben már csak lesz kezdőkép. És akkor úgy írtam fel frappással röviden, hogy újra ellophatja a kormány a néptől az aranyat, mint 1933-ban. És akkor ugye ellophatja, elkobozhatja újra, hát én lopásnak fogom mondani, mert az aranyat a kormány. És akkor a jelenlegi krízisek meg válságok te fényében nézzük, és ez volt ilyen 6102-es törvény 1931-be. Elnöki rendelet, minden lakosnak, minden embernek le kell adnia május 1-én, vagy még az előtt minden egyes arany érmét, aranytömbét, arany papírját, bármit, mindent. És most már a USA központi bankjának a tulajdona lesz az összes arany. És mindenkinek oda kell adni az USA központi bankjának az összes aranyát. Oké, úgyhogy erről szólt itt a rendelet, és ez volt az, amikor szigorúan megtiltotta a kormány, hogy bárkinek is, hogy a népnek, senkinek ne lehessen semmilyen formában aranya az Egyesült Államokba, és akkor több mint két évvel a Covid kitörése után a világ gazdaság még mindig hullámvas utazik, ugyebár fel le össze-vissza, semmi stabilitás nem nagyon van benne. Hónapokkal a pandémia előtt a fedezet nélküli pénznyomtatás már akkor is ment 1000-rel, több mint 18 központi bank nyomtatta fedezet nélkül egymással összebeszélve a pénzeket már 2019. szeptemberébe is. A következő hónapban 37 központi bank vett részt a stimulációs csomagba, az ugyanúgy fedezet nélküli pénznyomtatásba. Körülbelül 4 hónappal azelőtt, mielőtt a WHO kimondta, hogy kitört a pandémia 2020 márciusában. A koronavírus kitörése csak olaja volt a tűzre a központi bankoknál, akik még inkább negatívba tették át a kamatokat, ugyebár már nem is adtak kamatot, hanem elvettek a bankok, azért kértek pénzt, hogy megőrizzék az embernek a papírpénzét, ami meg még jobban elértéktelenedik közben. Illetve tovább nyomtatták fedezet nélkül a pénzeket, úgy, mint soha a világtörténelemben még. És az USA központi bankja volt az egyik vezető központi bank, aki annyi fedezet nélküli pénzt nyomtatott, hogy csak ihaj, meg még helikopterpénzt is küldött, ugyebár az amerikaiaknak stimulációs csekket, ingyen csekket, ingyen pénzt adott a minden amerikainak, folyamatosan, ugyebár ettől van írgatott. Infláció, mondhatják most itt utólag a Covidot, meg a háborút, nem attól van infláció. És ezek után az infláció az USA-ba az úgy elszállt, egy hónapra egyre jobban elszállt, és az amerikaiak érzik is, hogy egyre kevesebb a vásárló értéke a papírpénzüknek. És az köztudott, hogy az amerikai politikusok a krízis kezelést használták kifogásként arra, hogy még több, igen, zsarnok törvényt hozzanak. A COVID-19 pandémia és jelenlegi ukrán-orosz háború tökéletes példák arra, hogy a bürokraták hogy használják a hatalmukat arra, hogy igazságtalan alkotmányellenes törvényeket hozzanak. Az orosz-ukrán háború kitörése óta a gazdaság csak rosszabbodott,
Miközben, igen, megfordultak a 2 éves államkötvény, USA államkötvény már több kamatot ad, mint a 10 éves, ugyebár meg ilyenek vannak. Írta Gerald Celenti is, aki azt mondta, hogy ha a háború kitör, vagy még tovább belemegyünk, akkor a válságnak az esélyei az még nagyobbak lesznek. Mindezek közben a bürokraták, a politikusok extrém lépéseket vezettek be, például kötelező oltást, meg ilyenek azoknak is, akik nem akarták beoltatni magukat. A munka, amivel a munkaerőbe is nagy turbulenciát keltettek. És mindazzal együtt, ami az USA-ban történt az elmúlt 2 év során, és Bidennek a különleges parancsai hatására, most megint azon gondolkoznak, hogy vajon a kormány elkobozhatja újra az aranyat mindenkitől. Pillanat, és akkor nézzük tovább. És akkor 89 évvel ezelőtt az USA elnöke Franklin D. Roosevelt aláírta azt a parancsot, akkor írta alá 1933. április 5-én, amiben betiltották, hogy a népnek, bárkinek is aranya lehessen, mindet ellopta a központi bank. És ez egy bankkrízissel kezdődött, banki válsága, hát mint amilyen most is vagyunk, irgalmatlan buborék is lehet fizetni, annyi műpénzt csináltak a semmire, és a kormány úgy hívta, hogy ez a vészhelyzeti banktörvény, hasonlóan a koronavírushoz, a fő tényezők, a banki krízis, a banki válságnak az okozói, a krízisnek az okozói, akkor is a politikusok meg a bankárok voltak, mint ahogy most a Covid-nál is, ugyebár meg hát az orosz-ukrán háborúnál is, az már csak egy álca a végére az egésznek. A pénzügyi válságot a második világháború követte, teljesen egyértelmű, hogy így mennek, így forognak ezek a ciklusok. A 500. részt nézze meg, aki még nem nézte meg, ez teljesen egyértelmű. Ezek így vannak, mindig bankárok irányítják a világot, azt így történik. Fedezetéki pénznyomtatás, műinfláció 50 év, 80 évig működik, utána tönkre megy, tudják, hogy tönkre megy, utána indítják megint újra a háború után, azzal elterelik a figyelmet, utána megint kezdik ezt a szar pénzrendszert, ami a műinflációra épül, és tönkre fog menni megint 50 év múlva, aztán megint háború lesz. A szokásos, ezért kell átvenni a hatalmat ezektől a mocskoktól, azért kell a népnek irányítani a világot a bitcoinon keresztül. Na de tovább, második világháború jött ugyebár utána, aztán az amerikai bankárok vagy a banksterek, mint JP Morgan, meg stb. Jó, megszedték magukat, irgalmatlan sok pénzt kerestek itt a háborún, ugyebár imádják a bankárok a háborút. És az is rendesen le van dokumentálva adatokkal mindenhol, hogy a Wall Street, a JP Morgan és a barátaik nem csak a szövetségeseket támogatták a második világháborúban, hanem Stalint is támogatták, meg a náci rezsimet is támogatták. Ugyanúgy a bankárnak tök mindegy, neki csak pénz legyen. Ezt mondom már hónapok, évek óta, hogy ugyanúgy Hitlert meg mindenkit támogattak a bankárok, mert ők leszarják, ők csak még több pénzt akarnak, ha nem tudom minek. Úgyhogy imádják a háborút, hogy dögöldjenek meg. Azt mondja, hogy tovább Peter Schiffék is a Schiff Gold-tól kihoztak egy cikket itt április 6-án, amiben azt írják, hogy természetesen elméletileg lehetséges, hogy a kormány ellopja az aranyát mindenkinek. Ugyanúgy elméletileg lehetséges az is, hogy a kormány ellopja mindenkinek a mobiltelefonját, a mobilját, vagy az okostelefonját. De ez még nem jelenti azt, hogy ez lehetséges, hogy el is fogja lopni a kormány. De hát bármikor megteheti. Ugyebár jaj, de szeretjük a kormányokat. Egy másik érdekes tény április 5-ével kapcsolatban, hogy Satoshi Nakamoto születésnapja, és itt a P2P Foundation tök mindegy valami oldalon, ahol regisztrált, ott volt egy profilja még annó, és ott az volt beállítva neki, hogy 1975. április 5-én született. És még hogyha igaz is ez a dátum, mert senki nem tud semmit Satoshi Nakamotóról, lehet, hogy igaz, habár sokan azt feltételezik, hogy valószínűleg azért választotta április 5-ét itt, idézőjeles születésnapjának itt ezen a profiljában, ezen a felületen, hogy arra emlékeztessen, hogy az USA kormány ekkor lopta el a népnek az összes aranyát. Na nézzük tovább, azt mondja, hogy JP Morgan vezérigazgatója Jamie Dimon, és szokott őjükat mondani a kriptókról, most valami megváltozott nála is. Jamie Dimon azt mondta a részvényeseiknek, hogy a decentralizált pénzügyek és a blokkláncok valóságosak. Elkezdett igazat mondani az ember.
JP Morgantől Jamie Dimon áldja a DeFi-t és a blokkláncokat. A legutóbbi levelébe a részvényeseiknek azt írta, hogy a decentralizált pénzügyek és a blokkláncok valósak. Az új technológiák, amiket nyilvánosan és privát módon is lehet alkalmazni, lehet őket szabályokhoz kötni, vagy engedélyekhez kötni, vagy engedély nélkül is lehet őket használni. Részletezi, hogy a JP Morgan a fejlődésnek az élvonalában van, ők már blokklánc hálózatot használnak, amit Linknek hívnak, L-I-I-N-K, két ível Link, hogy lehetővé tegyék a bankok számára, hogy komplex összetett információkat osszanak meg egymással, és tokenizált USA dollár betéteket is tudnak a JP Morgan coinon keresztül már mozgatni. Most nem értem, hogy mégis van JP Morgan coin, vagy nincs JP Morgan coin, mert ezt beszüntették, vagy 3 éve, hát innen a JP Morgan coin-tól jöttek át a népek a kadénához, hogy majd ők akkor megcsinálják rendesen, ha a JP Morgannél nem akartak tovább menni ezzel a koncepcióval. Vagy ott akkor csak nem tudták rendesen megcsinálni, mert itt majd itt ezt a piros, hát lehet, hogy kicsit váltak a piros részre, mert itt azt írják, hogy igen, nem is itt írják, tök mindegy, vissza JP Morgan coinhoz, és akkor igen, a weboldaluk szerint, JP Morgan szerint 39 országban már most elérhető ez a Link Network, Link hálózat, a több mint 25, világ legnagyobb bankjai közül több mint 25 már feliratkozott, és több mint 400 vezető pénzintézmény is csatlakozni akar, a világszintű befektetési bank azt mondja, hogy azért hozták létre ezt a Link hálózatot, hogy sokkal hatékonyabb módjait alkossák meg az adattovábbításnak egyedi applikációkon keresztül, és úgy magyarázzák, hogy JP Morgan Coin az egy engedélyhez kötött, megosztott, decentralizált rendszer, ami fizetési csatornaként is szolgál, lehetővé téve a JP Morgan ügyfelei számára, hogy USA dollárokat tudjanak betenni, és valós időben és ármozgásokat is lekövet, hogy valós időben is mozog a JP Morgan coinjának az ára, amivel segít megoldani a hagyományos, ja, valós idő ármozgás, az a lényeg, hogy valós időben rögtön átmegy a pénz, a határok közt is rögtön átmegy a pénz, nem az, hogy ott mire elméletben látszólag átmegy a pénz a határok között, de mire a gyakorlatban a háttérben azt lekönyvelgetik, az 3 nap még a hagyományos utalásnál határok között lehet, hogy egy 7 is van, mire a bankok lekönyvelgetnek minden hülyeséget egy határon túli utalásnál. Itt meg rögtön ugyebár nyomja az ember a gombat, Lightning Network-ben meg átmegy egy pár másodperc alatt az egész. Szolonában 3-5 perc alatt, meg még kadénában is, meg eladom, az meg sokkal olcsóbban, filléreken, meg ilyenek. Úgyhogy bár hagyományos pénzrendszernek ez nagy hiányosság, hogy határok közti utalásokért 5-10% pénzt leszednek a bankok, így már azért nem lehet. És azt mondják, hogy úgy hisszük, hogy rengeteg használati lehetőséget nyújtanak a blokkláncok, és akár át is vehetik a helyét, vagy továbbfejleszthetik a szerződéseket, ugyebár itt vannak már okos szerződések a blokkláncokon, és a tulajdonjogot, és más azért pozitív hatásaik is lehetnek. Tulajdonjog az meg ugyebár NFT-k, azok viszik a tulajdonjogot. Habár figyelmeztetnek arra, hogy jelenleg ez még túl drága, vagy túl lassú, hogy ezt használják. Ebből én arra azt gyanítom, hogy a JP Morgan coinnál azért is hagyták abba, mert mondták Karinánál, jó, hogy hívja minden az embernek a neve most, Karénánál mondta, aki a JP Morgantől jött, hogy nem volt jó, nem tudták ezeket a befektetés alapú irányba, a bányászás alapú lassú volt, meg drága, amit itt ők írnak is, ami irányba elindultak. A befektetés alapút meg jobbról-balról fel lehet törni, azt azért nem szerette a JP Morgan, úgyhogy valószínű meg ragadtak itt egy fél úton a JP Morgan coin-nal, a Kadéna ezt fejleszti tovább, hogy fullos legyen. És akkor Jamie Dimon, jaj, hát itt ők, jó, hát ezelőtt még úgy hazudozott, ő mindennek lehordta a bitcoin, meg ilyenek. November még azt mondta, hogy a kriptóknak semmi mögöttes tartalmuk nincs, semmi mögöttes értékük nincs. Ő nagyon óvatos lenne, októberben azt mondta, hogy a bitcoin értéktelen, megkérdőjelezte azt is, hogy végese a bitcoin egyáltalán, ilyen fasságokat kérdezett az ember. Májusban még azt tanácsolta az embereknek, hogy tartsák távol magukat a kriptóktól. És múlt héten még mindig azt mondták a JP Morgantől, hogy nem fognak már nagyon nőni a kriptopiacok, kb. Itt a plafonja,
Habár februárban meg még azt mondták, hogy hosszú távon 150 ezerre fel fog menni a bitcoin. Össze-vissza minden héten mást hazudnak. Jó, de most meg igaz jó dolgokat mondtak, úgyhogy ez rendesen furcsa Jamie Dimon szájából. Nem hazudja azt, hogy a kriptók értéktelenek meg hülyeségek. A kincstártól Janet Yellen azt mondja, hogy a kripto szabályozásoknak felelős fejlődést kell támogatniuk, és a rizikókat kezelniük kell. Igen, Janet Yellen egy amerikai egyetemen, valami üzleti egyetemen adott itt, vagy ott tartott előadást, és azt mondta, hogy digitális vagyontárgyak még relatíve egész újak, de egy nagyobb trendnek a részét képezik, a pénzügyi rendszerek digitalizációját, ami már évtizedek óta készülőben van. Ugye már évtizedek óta megyünk ebbe az irányba, hogy egyszer majd digitalizálódnak a pénzügyek, és most elértünk abba az évtizedbe, amikor ez meg is valósul, jönnek a kriptók. Hozzá tette, hogy van itt egy lecke, amit meg kell tanulni, hogy hát ezt saját magának tükröt kéne tartani maga elé, amikor ezt mondja, hogy amikor a törvényhozók, azért politikusok elbuknak, hogy nem bírnak lépést tartani az innovációval, a fejlődéssel, akkor a sérülékeny emberek sérülnek a legjobban, vagy hát a szegény emberek járnak a legrosszabbul kb. Ennek az a lényege. De hát ők meg ezt csinálják, hát ők nem akarnak a fejlődéssel lépést tartani, egész eddig nem akartak, még nem voltak kriptók ennyire elterjedve. Ugye már csak a fosztogató pénzügyi rendszer, műinfláció, 2%-os műinfláció, mindig minden évben, hogyha csökken az ára mindennek, olcsóbb van az asztal, meg kevesebb anyagból van, akkor is legyen drágább 2%-kal. Így tudjuk manipulálni a piacokat. Na jó, ennek reméljük minél hamarabb vége szakad. És még azt is mondja, hogy és ahogy a bankok és más hagyományos pénzintézmények egyre inkább bevonódnak a digitális piacokba, a kriptopiacokba, a törvényi keretrendszereknek is számításba kell venni, azokat is rendesen meg kell hozni a törvényeket, és a rizikókat is figyelembe kell venni a kriptókkal kapcsolatba. És még a végén azt mondja, hogy amikor új technológiák, új új aktivitásokat, hát az, új cselekedeteket, új dolgokat lehet csinálni az új technológiákkal, új termékeket vagy új szolgáltatásokat lehet létrehozni, akkor a pénzügyi szabályoknak is alkalmazkodniuk kell ezekhez. Na így is van, úgyhogy csináljanak már valami törvényt, legalább már normálisan. Nézzük tovább. Dél-koreai, ja ez intelligence, az mindig, hírszerzés, dél-koreai hírszerzés, a kriptotőzsdéket értesíteni fogja a kiberfenyegetésekről, dél-koreai, igen, én azt mondtam, hogy dél-koreai, mert hogy igen, valós idői adatokat fognak adni az online biztonsági fenyegetésekről, és az IP címét is oda fogják adni a hackereknek, át fogják küldeni a kriptotőzsdékhez a hackereknek az e-mail címe, vagy a IP címeit, és a jövőben azt tervezik, hogy még több, még speciálisabb infót is fognak nekik nyújtani. A legnagyobb kártékony kódokról és hacker módszerekről a kriptókkal kapcsolatban. A kriptotőzsdék a pénzintézményekkel együtt első számú célpontjai a hackereknek, amit hát feltételezetten észak-koreai hackerek. Hát ezek a gyakorlatban is észak-koreai hackerek, ugye észak-koreai hackerek, Dél-Koreát, meg hát mindenkit, az egész világot, USA-t is minden, hogy hát ugyebár a tüzé kommunisták nyomják Putyinnal együtt a hackerkedést, az a nekik a kedvencük. Azt mondja, hogy a blokklánc elemző cég, a Chainalysis is ugyebár itt kihozta, hogy Pyongyang, Észak-Korea közel 400 millió dollárt lopott már el több kripto cégtől is a múlt év során. Itt hackelte meg őket, meg minden. Nézzük tovább, a grúziai nemzeti bank szabályozni akar az ország kriptoszektorát, de hát nem igazán úgy tűnik, mert hogy miközben még mindig dolgoznak a szabályokon, majd talán egyszer lesz belőle valami, a hagyományos pénzintézményeknek megtiltották, hogy bármilyen kriptoszolgáltatást nyújtsanak, vagy kriptókat utalhassanak át, semmilyen kriptoszolgáltatást nem nyújthatnak senkinek. Emellett, hogyha bármilyen ember kriptóval kereskedik, vagy valamit is kriptózik, akkor azt a pénzintézményeknek nagyon magas a rizikójú ügyfélnek kell elkönyvelni,
és megelőző lépéseket kell tenni, jelentsen is az akármit az olvasatukban. Nézzük tovább! MMA, kevert harcművészetek és az UFC, a ketrecharc. A ketrec harcosoknak a bónusz pénzeket most már bitcoinba fogják kifizetni. A Crypto.com ugyebár összeállta a ketrec harcosokkal, az UFC-vel még itt tavaly, és igen, jó, az első, második, van ilyen Fight Night, a harcos este, ilyen, ezért nem tudom, hetente van, vagy havonta, vagy hogy talán hetente, a fene tudja. Vannak ilyen harcos esték, ott mennek ketrec harcolni a népek, és akkor az első, második, harmadik, az első az 30 ezer dollárt fog kapni bitcoinba, a második 20 ezeret, a harmadik meg 10 ezeret. És hoppácska, most lesz az első, szombat este időt azt írnak, nem írnak konkrét időt, hát az nálunk vasárnap hajnalban lesz szerintem. Az első most lesz hétvégén, amikor ez a 273. részben lesz, 273. rész, Volkanovski versus a koreai zombi, ők fognak harcolni, és akkor itt már a bónusz az bitcoinba lesz odaadva nekik. És a, mondják a ketrec harcosoknak az elnöke, ketrec harcos szövetségnek az elnöke, Dana White, ez érdekes, hogy nő amúgy, mondja, hogy a Crypto.com még kevesebb, még egy évesen álltak össze partnerek, évesen társultak még a Crypto.com-mal, de már most az egyik legjobb partnerük a Crypto.com, aki valaha is volt, mert azt mondják, hogy a Crypto.com az folyamatosan új ötletekkel áll elő, hogy hogyan tudnának együtt dolgozni, és hogyan tudnának kapcsolatba lépni a rajongóikkal. Ez az új rajongói bónusz egy csodálatos mód arra, hogy a rajongók sokkal inkább, igen, bevonjuk a rajongókat az eseményekbe, miközben a harcosokat pedig jutalmazzuk a fullos teljesítményeikért. És lesznek ilyen szavazások is, hármat lehet szavazni egy PPV eseményen, nem tudom mi ez a PPV esemény, tök mindegy, és igen, itt meg azt jelenti, két harcosra lehet szavazni, és akkor előtte már harcok előtte elkezdődik a szavazás, meg a harcok után még egy óráig tartani fog, és akkor itt azt egy szavazás azután is adnak majd, gondolom, bitcoin, meg ez szavaz. Na jó, nézzük tovább. A Bolt az megvette a Wire-t, mindjárt mondom mi a kettő, de az a nem gyenge, hogy másfél billió dollárért. És azt tervezik, hogy decentralizálják a kereskedelmet. Ugyebár az nem ártana, hogyha szabad piac lenne már végre, mert itt szankciók, meg minden akármi a szabad piactól már rég eltávolodtunk, meg mesterségesen tartják alacsonyan a saját valutájuknak az értékét az országok, hogy odavigyék a legtöbb munkát, mert hogy ott csórinak tartják a népnek a nagy részét, és akkor oda fogják vinni a legtöbb munkát, mert szarai húgyért dolgoztatják az embereiket. Ilyenek vannak a világban, na de nézzük, a Bolt az mit csinál? A Bolt az egy fizetés, és hát az egy Bolt. A Bolt az egy Bolt. Nagyon jó, a Bolt az egy Bolt, egy internetes Bolt. A Wire az meg egy kriptovaluta szolgáltató cég, ahogy itt kivettem belőle, későbbiekben írják, olyan, mint a BitPay, tehát fiat cash on-ramp, meg off-ramp. Papírpénzeket váltja kriptóra, meg kriptót papírpénzre, oda-vissza. És a Bolt bejelentette, hogy azért vette meg a Wire-t, hogy növelje a kriptoszolgáltatásait, és a Web3-ban rejlő lehetőségeket kihasználja. A Wall Street Journal szerint ez az üzlet volt a legnagyobb kripto cég felvásárlási üzlet 2022-ben. Ugye ekkora, hogy másfél billióért vásároltak fel valamit, ilyen még nem is volt idén. És a jelentésben azt magyarázzák, hogy a cégnek az a célja ezzel a felvásárlással, hogy decentralizálják a kereskedelmet, és leegyszerűsítsék a digitális vásárlást. A Boltnak a vezérigazgatója azt mondja, hogy ezzel új felvásárlással új utat fognak vágni, vagy mesdjét vágnak, egy zökkenőmentes és biztonságos kriptotranszakciók számára, több millió felhasználó fog itt már a Bolt hálózatán hozzáférni rengeteg kriptóhoz, és több száz kiskereskedő is elfogadhatja most már termékért és szolgáltásokért cserébe a kriptókat is. Továbbá a Bolt felhasználói NFT-ket is vehetnek majd itt a Wire-nek az API-n keresztül.
Ja, ezt már elmondtam, igen, hogy a Wire az egy papírpénz, kriptóváltó cég. Na jó, legnagyobb másfél billió, ekkora felvásárlás kriptotérben még nem volt idén. Nézzük tovább. A Coinbase kriptotőzsde elindult Indiába, aztán gyorsan rögtön meg is állt, mert az UPI fizetési rendszerrel rögtön gondok akadtak Indiába. Az UPI az Unified Payment Interface, egységesített fizetési felület, így hívják, ez az UPI. Olyan, mint nálunk a Swift itt Európában, szerintem ez ugyanaz kb. A kettő. És akkor az indiai fizetési cég fejlesztette ezt az UPI-t. És azt mondják, hogy nekik fogalmuk se volt róla, hogy a Coinbase-t használni akarja. Igen, miután a Coinbase bejelentette, hogy na, akkor kriptókat lehet majd venni, meg minden az indiai UPI-val összeállnak, és akkor az a legelterjedtebb fizetési módszer itt Indiában, hogy UPI-n keresztül, UPI rendszeren keresztül vásárol mindenki, ezzel összeállnak, tök jó lesz. Utána az UPI rögtön bejelentette, hogy ja, olyan nem még itt állt, mindenféle bankok, meg stb. A nagy bankárok, központi bank, indiai bank, ilyen-olyan bank, minden bankárok, ezek fejlesztették az UPI-t. De ahogy a Coinbase bejelentette, hogy na, akkor összeállnak az UPI-val, aztán jöjjenek, hogy lehessen kriptót is venni Indiába. Igen, utána az UPI azt mondta, hogy ők aztán nekik fogalmuk sincs, se volt róla, hogy bármilyen kriptotőzsdével össze kéne állniuk. Úgyhogy megállt a Coinbase az egésszel, és akkor a Coinbase-nál mondják, hogy ők akarnak, együtt akarnak dolgozni a bankokkal, meg azért politikusokkal, meg ez az amaz. Legfőképpen az indiai emberekkel, akik meg irgalmatlanul vennék már a kriptókat, úgyhogy valamit kéne már itt csinálniuk, mert ez a hülye UPI cég, a bankok azok meg azt mondják, hogy ők meg most akkor a Coinbase-zel nem is tudtak róla, még nem akarnak semmit csinálni, úgyhogy hát Indiában gyilkolják a kriptókat, nagyon szemét rendszer van ott. Tovább a Cash-App bevezette, hogy most már a fizetést is a Cash-App-ra lehet utaltatni, és akkor rögtön át is váltják Bitcoinra az embernek. És még a Lightning Network is, azt is elérhetővé tették rajta. A Cash-App 3 új Bitcoin szolgáltást nyújt most már. Igen, egyszer a fizetést lehet rá küldeni a Cash-App-ra, és akkor rögtön át is váltja a fizetését az embernek Bitcoinba. A másik, hogy hogyha vásárol valamit az ember is, az apró, tarts meg az apró, te mocskos állat, ugye bár, az apró, ami visszamarad a nagyobb vásárlásokban, az aprót is át tudja váltani a Cash-App, hogy akkor már nem adja vissza az aprót pár forintokat, meg 10 forintokat, meg ilyeneket, fogja rögtön beváltja, átváltja Bitcoinra az embernek. A harmadik funkció, amit most belépítettek, és itt a Miami Bitcoin konferencián jelentették be, az pedig a Lightning Networknek a használata. Ugye a Lightning Network hátáról tegnap már jó sokat beszéltem. Már januárban bevezette a Cash App a Lightning Network-öt, de most már valami QR kódos sztori is van hozzá kapcsolva, és már közvetlenül lehet Lightning Network-ös fizetéseket fogadni, a tranzakciókat fogadni a Cash App-on. És akkor egyébként itt feltörték, vagy van valami zsivány alkalmazott, itt szabotálta a Cash App-ot, mert hogy masszív adatszivárogtatás, egy volt alkalmazottjuk 8 millió Cash App felhasználónak töltötte le az adatait még decemberbe, de szerencsére ezek közt nem volt se banki információ, se felhasználó név, se jelszóadat, se semmilyen biztonsági szám. Ami volt közte, az viszont azért valami brókerfiók szám, meg a teljes neve az embereknek, akik regisztráltak itt a Cash App-ra, ez 8 millió ember, de olyan komolyabb adatok, amikkel ki lehetne használni őket, azok nem voltak fent rajta. Jó. Azokat nem tudta leszedni. Na nézzük tovább. A Robinhood kripto pénztárcáját is elindították több mint 2 millió ügyfél számára. A népszerű kereskedelmi platforma Robinhood bejelentette csütörtökön, hogy új kripto pénztárcáját, vagy bejelentette csütörtökön az új kripto pénztárcáját a floridai Miami-ban tartott Bitcoin konferencián. És azt mondják, hogy az a céljuk, hogy a Robinhoodot tegyék a legmegbízhatóbb és legkönnyebben használható kripto felületté, és izgatottak azzal kapcsolatban, hogy még alacsonyabb árakat tudnak az ügyfeleiknek ajánlani most a Lightning Network használatával, hogy ezt is bevezették.
És akkor máshonnan meg a CNBC-n volt valami hír, azt külön nem mondtam el, mert nem volt tartottam olyan fontosnak, de talán ide kapcsolódik, hogy volt olyan is, hogy valaki meg azt mondta, hogy jaj, hát a Robinhood részvényeket most el kell adni, mert nem lesz több felhasználójuk. Na most, hogy a kriptotérbe ekkorát nyitottak, most már akkor lesz több felhasználó. Jó, és akkor nem úgy, mint más kriptofelületek, ez nagyon kemény a Robinhoodnál. A Robinhoodnál nincs kivételi díj, ha ki akar utalni a Robinhoodra az ember kriptót, ugyebár ami a Binance-en mondjuk egy Solanát átutalni máshova az 200 forint, a Coinbase-en ez 20 fillér, a Robinhoodon meg ingyenes, full ingyenes, hogyha ki akarja venni bárki kiutalni a kriptót a Robinhoodról, úgyhogy ez is tök jó hír velük kapcsolatban. Jó, nézzük tovább, a Luna alapja 100 millió dollárért Avalanche-ot is betesz itt a fedezetnek az UST mögé. Azt mondja, hogy nagyon összedolgoznak most itt tényleg az Avalanche-sal, és a cél az egész mögött az az, hogy igen, hogy több fedezet is legyen az UST mögött, meg stratégiailag a két ökoszisztémát az összhangba hozzák, vagy hogy ez egy nagyobb barátság legyen a kettő közt, együttműködjenek. Igen, OTC-be, tehát nem a tőzsdén fogják itt ezt a 100 millió dollárért Avalanche-ot lekereskedni, amit mi látunk, hogy ne menjen fel az ár, majd tettetetre. Háttérben majd egymásnak izé pult alatt átadják ezt a 100 millió értékű Avalanche-ot. És az Avalanche lesz a második legnagyobb nem korláló vagyontárgy az UST mögött fedezetként. A Bitcoin után, ugye mert Bitcoin a legjobb fedezet az UST mögött, aztán pedig másodperc, valamit itt izé meg kell érni, de hát ez nem lehet, meg kell hallgatnom, mert húgom írt és közben jön, de hát neki nem most kell ide érnie, hanem majd egy 2 óra múlva, de ezt meg kell hallgatnom, hogy mit írt, hát ha ő csöngetett, de ne, egyáltalán nem hiszem, pillanat, bocsi. Ja, nem, még ezért 6 perce írta, de még valami megállóknál van Pesten, úgyhogy még nem lesz itt, nem ő csöngetett. Na jó, bocsánat, szakadásért nézzük tovább, azt mondja, hogy a bejelentésben továbbá azt is mondják, hogy az Encore protokoll is támogatja az Avalanche-ot most már. Az Encore vezérigazgatója Ryan Park bejelentette március 7-én, hogy az Encore is támogatja már az Avalanche-ot az X-Encore, Cross-Encore-on keresztül, ami egy kiterjesztése az Encore protokollnak. És azzal, hogy Bitcoin meg Avalanche fedezet is tartanak most már UST mögött fedezetként, azzal sokkal robosztusabb, stabilabb lesz az egész mögött a biztosíték, ugyebár a fedezet, és jobban ellen fog tudni állni a volatilis ármozgásoknak, illetve a növekvő nyomásnak, hogy, illetve az arbitrázs lehetőségeknek is. Továbbá azt is bejelentették, hogy az Avalanche blokkláncon most már UST-vel is lehet kereskedni majd. És továbbá a projekteket már közösen akarják minden, jönnek az új projektek, majd a DAP-ok, decentralizált applikációk, akkor azt mind a Terra-ra, mind az Avalanche-ra akarják majd vinni. Illetve tartalék szempontjából lehet, hogy más kriptókat is bevonnak majd a Bitcoinon, meg az Avalanche-on túl, még más kriptókat is vehetnek majd tartaléknak az UST mögé fedezetnek. Azt mondja, hogy nézzük tovább. A metaverzumok lesznek a legnépszerűbb helyek, ahol kriptókat fognak vásárolni, kereskedni és tárolni. Egy kimutatás szerint azt mondják, hogy az Agora cég csinálta, és 300 USA Egyesült Államok beli fejlesztőt kérdeztek meg itt a kérdőívbe, és a válaszadók 70%-a egyetértett abban, hogy a kriptovaluták és a blokklánc technológiák kritikusak lesznek a jövő metaverzumainak a formálásában. Hát mert alapból a kriptók meg a blokkláncok hozták fel még a fogalmat is, hogy metaverzum. Még a Facebook se tudta addig, amíg a kriptók nem jöttek elő ezzel egyértelmű, hogy fontos dolgok. És 57% a válaszadóknak azt mondja, hogy a metaverzum, igen, ott fogja mindenki adni venni a kriptókat, miközben a 18% ezzel nem ért egyet, 25% meg tartózkodik, azt tudja, miről kérdezték. Nézzük tovább.
Jó, felébredt 250 bitcoin 2009-ből, 14 év után, oké, újra most akkor valaki rájött, hogy mi a kódja, vagy ilyenek, aztán akkor most kibontották a blokkokat, és akkor adják is el az errel. Jó, bárcsak nekem is lett volna már egy bitcoinom, vagy egy bitcoin blokkom, az lenne a legkeményebb 2009-ből. Na jó, hírek szempontjából ennyi volt már, megyek tovább, és akkor jövök a piaci áttekintéssel. Addig is további szép napot, sziasztok!